is üvölt a tenger, hánykodnak a hajók. Süllyednek a fokorra, az árkoc és vitorra, megszörfezik meló. Tombolj ki, te őrzöd víz, tombolj ki magadat, mutasd mélységes medret, sobád a felerekekre bőzöld hajtékodat. Luki Vildöz. De nem csak ottawai, hanem kanadai szinten is egyedülálló Finta Gábor munkássága, akit joggal tartunk a kanadai magyarság legnagyobb, talán egyetlen komoly zenei zeneszerzőjének. Finta Gábor pár évvel ezelőtt, pontosan 1998-ban a Magyar Nagykövetség kérésére egy zongoradarabot írt, épp március 15 tiszteletére, Hommage à Kossuth, franciául van, Hódolat Kossuthnak címmel. Most hallgassuk meg ezt az eredeti művet, Finta Gábor egyik tanítványa, J.P. Westlund előadásában. Thank you.
Az ottawai magyar kórus talán joggal nevezhetjük az ottawai magyar kulturális élet álló csillagának. Több mint 20 éves működésük alatt többször léptek fel komoly kanadai és hazai rendezvényeken, legutóbb például Áder János köztársasági elnök tiszteletére Torontóban az október 23-ai megemlékezéseken. Igazság szerint ezután is volt fellépésük, ezt akartam csak kiemelni az október 23-at. Sajnos 20 éves tevékenységük végéhez közeledik, hiszen utánpótlás hiányában ez az utolsó évadjuk. Karnagyuk Finta Beatrix 2009-ben Pro Cultura Hungarica kitüntetést kapott a kórus élén nézett munkásságáért. A következőkben Liszt Ferenc Magyar Ünnepi Dal című művét adják elő, amelyet Palencsár Edith kísér majd zongorán. Köszönjük szépen a kórusnak ezt a remek előadását, és azt, hogy minden évben megénekeltetnek minket, komolyan úgy érzem, hogy a zene összeköt minket, és egy külön zenei élmény. Nekem számomra legalábbis ezek után még napokkal ezek a dalok zengenek a fejemben. Most szeretném felkérni nagykövet urat, hogy fáradjon a mikrofonhoz. Hozom a táskámat, nem azért, mintha iskolába akarnék menni, de funkciója van, mindjárt meg fogják látni. Tudom, hogy nagyon régül óta ülnek itt, de a helyzet az, hogy oda mentem a fesztiúrhoz, és megmondtam neki, hogy figyelj, itt, ha ezt az ünnepséget a ház és a nagykövetség együtt rendezi, hát akkor még egyetlen nagykövetségi tag szót nem kapott eddig. Hát mondom, hogy szeretek, hát legalább adj nekem egy szót. De
becsülettére legyen mondva, az elnök úr azonnal szót adott, mint látják. Én viszont hálából rövid leszek, összesen két pontom van. A második pont. A sportban úgy szokták mondani, hogy ünnepélyes eredményhirdetés következik. De hát ezen egészen ugyanaz. Csak egy kicsit. Úgyhogy tisztelettel jelentem önöknek, nektek, barátaim, Finta Gábor a Magyar Ezüst Érdemrend kitüntetést kapta Áder János köztársasági elnöktől. Mintha mindenki azt gondolná, meg is érdemli. Szerencsés véletlen úgy hozta, hogy a kitüntetést ráadásul az a személy adhatja át neki most itt ebben a percben, aki a legautentikusabb a magyar kultúra szervezésének és irányításának első embere, Halász János államtitkár. Kérném is, hogy fáradjon fel a színpadra, de mivel ez még nem elég, kérem Finta Gábort is, hogy legyen szíves. Még néhány szót szeretnék szólni, ugyanis ilyenkor az a szokás, hogy valaki felolvassa a kitüntetett életrajzát. Nem tudom, valaki vagyok-e vagy nem, de én felolvastam most röviden méghozzá. Két változat van, egy sűrűn gépelt négy oldalas változat, és nem vicc, és van egy háromnegyed oldalas változat, melyiket tudhatják? A sűrű! Kezdem, és aztán meglátjuk. Szerintem semmit nem fog mondani, amit nem tudnak már, de hát így összefoglalva azért mégiscsak egy kis keret. Egésznek gondolnak. Finta Gábor zeneszerző, tanulmányait Ózdon végezte, majd első zongoratanári diplomáját a Zeneművészeti Főiskola Miskolci tagozatán szerezte. A Budapesti Zeneművészeti Főiskolának a karvezetői és középiskolai énektanár képesítést szerzett 1970-ben. Feleségével 1972-74 között az ottawai és a torontói egyetemen a Kodály módszert oktatta. 1974-ben családjával visszatértek Miskolcra, ahol 1977-ben főiskolai állása mellett a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola irányítását végezte igazgatóknak. Családjával 1982-ben költözött Kanadába, segítkezett egy helyi Kodály zeneiskola létrehozásában, ahol évekig tanított. A Kodály zeneoktatási módszert számos kanadai egyetemen oktatta, zongoradövendékei kimagasló eredményeket értek el. A 90-es évektől komponál, művei az ottawai National Archive gyűjteményében és a University of Ottawa zenei könyvtárában is megtalálhatóak. Mint zeneszerző számos zenei darabot írt az 1956-os megemlékezésekre. Jelenleg is a Kanadai Kodály Társaság tiszteletbeli tagja. A magyar kultúra megőrzését és ápolását mindig elsőrendű feladatának tekintette, az ottawai magyar közösség zenei tevékenységének feleségével együtt aktív irányítója, komponált zenei nemzeti darabjai Kanada jó néhány városát bejárták, emellett a tengeren túlon és a mai Magyarországon, valamint a felvidéken és Erdélyben is bemutatták darabjait. Végezetül zenei pályája mellett Finta Gábor kiemelkedő személyiség az ottawai magyar közösségnek. Szervező munkájával, szakmai tanácsaival és részvételével segíti a programok sikeres megvalósítását. Jó kapcsolatot épített ki a helyi közösség minden csoportjával, tekintélye, tevékenysége erősíti a közösség együttműködését. Kivette részét a Magyar Ház vezetésének a munkájában is. Köszönöm szépen! És akkor... Voltam, hogy kell a táska.
Tisztelettel megkérem államtitkár urat, hogy két részt tudom, ez az egyik része, és ez pedig. Kedves hölgyeim és uraim, mind a mellett, hogy leellenőriztem az anyagot. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak, hiszen egy olyan napon vagyunk, amikor sok minden szóba került már. Szóba került a magyar kultúra értéke és fontossága. És amikor arról beszélünk, hogy a kultúra akkor igazi, ha bennünk él, és tudjuk, hogy belőlünk indul és hozzánk érkezik, viszont meg kell tudnunk élni a kultúránk értékeit, azt csak akkor tudjuk megélni, ha a közösségeinknek, kisebb és nagyobb közösségünknek is vannak olyan tagjai, akik ebben segítenek. Akik segítenek megtanulni, értékelni a magyar kultúránk gyöngyszemeit. Akik fölnyitják a szemünket, megmutatják, oktatnak bennünket. És hogyha ezek az emberek teszik a munkájukat, akkor a legtöbbet teszik a magyar közösségünkért. Ha emellett még alkotó emberek is, mint Finta Gábor, és nem csak a meglévő kulturális gyöngyszemeinket adják át, hanem még hozzá is tesznek, ez a magyar kultúrához alkotóként, akkor az a legigazibb kulturális teljesítmény. Hogy aztán ez még közösségi teljesítmény is, közösségi teljesítményé is válik, az ő vállalásaival, munkájával, ahogy itt az életutat és a méltatást hallottuk nagykövet úrtól, az pedig igazán egy olyan életút, amely kitüntetést érdemel. És a magyar államnak az a dolga, hogy a kitüntetendő nagyjainkat, segítőinket, barátainkat, akik közöttük élnek, a közösség nevében becsüljük meg és tüntessük ki. Hát ez történik most, a legjobb helyre kerül ez a kitüntetés. Tiszta szívem, gratulálok! Kedves közönség, egy pár szót szeretnék csak szólni, nagyon rövid leszek. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az, aki életének napjait, hónapjait, éveit, sőt évtizedeit föltette arra, hogy magyarságát megőrizze, és a magyar kultúrát táplálja, és a lehetőség szerint ezt másnak is átadja, az nem vár igazán elismerést és kitüntetés, de ha már megkapta, akkor nagyon tud örülni neki. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik nekem fel része volt, akik kezdeményezték, akik támogatták, akik átadták, akik jóvá hagyták, és úgy érzem, hogy a magyar ország részéről nagyszerű és nagyon szép dolog az, hogy értékelik azokat az embereket, akik valamit tesznek a magyarság érdekében. Én nagyon remélem, hogy ez a továbbiakban is folytatódni fog, mert még sok ember van itt közöttünk, aki megérdemelnék, és remélem meg is fogják kapni ezt a kitüntetést. Köszönöm szépen!